2018-ban ismét megrendezték a szakmák éjszakáját. A szakmák éjszakáját. Szegeden. Stábunk részt vett a megnyitón, lássuk, mi történt. Tartsatok velünk! Itt vagyunk a szakmák éjszakáján, a C-Mobile a vendégünk. Sziasztok, srácok! Hogy vagytok itt most a szakmák éjszakáján, a Csonka János szak középiskolában? Hát azt én sem tudom megmondani, elhívtak minket, és hát ez van, játszanunk, el kell követnünk itt ilyen produkciót. Hogy kezdődött ez az egész közös zenélés együtt? Tavaly alakultunk, az és még sokan mások zenekarra, akkor még Iron Maiden próbáltunk játszani, dob nélkül, 5 gitárom. Lett egy dobunk, meg kevesebb gitár, így most átneveztük C-Mobile-ra. Sok P-Mobile-t játszunk, a legelső szám is az volt. És tudnátok valamilyen szakmát ajánlani a Csonka Jánosztól középiskolában, mit érdemes választani nekünk, fiataloknak? Hát az autószerű szakmán vagyunk mink, így hárman, négyen. Az nem is egy rossz dolog. Hát az a rendészet, az igen, szóval az tudjuk a rendőröket. Okosak, szépek és tehetségesek, igen. És meg lehet titeket valahol találni a C-Mobile-t? Hát elvileg csak a Csonkába. Szóval így nincs semmilyen oldalunk, egy kis pici zenekar vagyunk. C-Mobile együttes, ha jól emlékszem, október közepén alakult, amikor Megyesi Dániel gitáros és én, mint dobos, Török Ádám, beszálltunk a bandába. Fel is vettük a C-Mobile nevet, ami a P-Mobile együttesből származik, csak át a P betűt átcseréltük C-re, mivel csonkások vagyunk, a Csonka. Székás Márton basszusgitárosunk később csatlakozott, de a banda őstagjai Rostár Richard énekes és Ürmös Sándor gitáros. Ezzel a C-Mobile-al lehet csajozni? Nem nagyon. Mondjuk azt, hogy ez majd kiderül így a műsor végén. Itt vagyunk a szakmák éjszakáján Zsozé atyában. Zsozé, ezt köszönjük, hogy rendelkezésünk álltál. Csá! Mi a helyzet, milyen volt a mai napod eddig? Hát igazából nemrég értünk, de minden király. Nagyon lecsó. Ennyi. Tisztán Viljonnal mikor fogunk találkozni, illetve Szegeden fogsz járni a közeljövőbe? Meg Dr. Zsános is nagyon érdekelne minket. Hát a Szaviljonnal biztosan, ő biztos, ő nagy kedvencem, a Zsernus is talán, nem tudom. Igazából, hogy kedvem van, de nem, semmit nem tervezek, úgyhogy a bánat tudja. És szoktál egyébként Szegedre járni hivatalos megkeresésen kívül? Van egy nagyon jó barátom, 8 éve barátom, neki voltunk, de múlt héten például itt bulisztunk, neki volt a születésnapja. Az túlzás, hogy szoktunk, de mit tudom én, azért évente egyszer, maximum kétszer. Neked van-e szakmád, és hogy miért ajánlád a saját szakmádat? Hát, hogyha a saját szakmában dolgoznék, akkor valószínűleg, ha szeretném, akkor abban dolgoznék. Nagyon fontos egyébként, hogy mindenki megfelelő szakmát válaszol, és nagyon átgondoltan. Én köműves vagyok egyébként, és épületgépész. Valahogy egyik se áll közel hozzá, ettől függetlenül nagyon sok mindent köszönhetek, úgyhogy ennyi. Köszönjük a többet, Zsozé atyádat, a szakmák éjszakája. Találkozunk hamarosan, sziasztok! Há.